Mert mintha alvajárók lennénk, nem veszük észre, hogy ez a fenntarthatatlan időzőjelbe fejlődés, ez csak szakadékbe tud vinni, ennek nincs kimenete más. A nagy globális neleves korában elképzelhető, hogy például a mi civilizáción ki fog esni, és lesz helyette más, jön helyette más. Gazdasági válság, háborús válság, klímaválság, bizalmi válság, ahogy mondod, értékválság, és mindezek tehetetlen játékszerének érzi magát az ember. Körülbelül a javaknak a 20%-a az 80% számára elérhető. Míg a javaknak a 80%-a 20% számára elérhető. És ráadásul ez egyenlőtlen oszlik el. Amikor a kirekesztettek, a megnyomorítottak és a megalázottak, azok öntudatra ébrednek, és azok vannak többségbe, és harcolni kezdenek azokkal szemben, akik ugye, mint mi, ülünk a tutiban. Ez itt a probléma. De te láttad az emberiség történetében bármikor is, hogy a kisebbség a saját kényelméről lemondva a többség érdekét elkezdi maga is támogatni? Vannak ilyen esetek, például a magyar eset az ilyen. 48-ban ugye a magyar nemesség fogta magát, és lemondott a kiváltságairól. Nem a tömegtársadalmak megjelenése idézte elő ezt az egész értékvesztést? Tehát, hogy az a világ jött el a tömegtársadalmakkal, amikor a világból alig valamicskét értő embertömegek döntenek el alapvető társadalmi politikai kérdéseket. Ez egy deficitje a liberális gondolkodásnak, hogy nincs igazi politikai árujuk a vesztesek számára. De mi olyan édes és ellenállhatatlan a politikában? Hogy van titkárnőd, hogy van sofőröd, hogy röpködsz a világban, a japán császártól kezdve a Bush elnökig, én mindenkivel találkoztam, amivel semmi értelme nincsen. Ez ad egy olyan illúziót számodra, hogy te egy fontos ember vagy. És ez a fontosság tudat, ez annyira erős, hogy ez elnyomta bennem az igazi fontosságot, az, hogy hát tulajdonképpen elárultam azt, amit eredetileg akartam, a tudományt.